Évtizedes kutatómunka, sok-sok terepen töltött idő, számos bogárfaj aprólékos vizsgálata, ő Csehó Gábor, muzeológus, a Csermely Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Gábor 1975-ben született Szegeden. Középiskolás éveit a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte, majd a Juhász Gyula tanárképző főiskolán kapott biológiai és környezetvédelmi diplomát. Ezt követte Debrecen, majd újra Szeged, ahol környezettanszakon tanult. Én, ahogy végeztem a tanulmányaimmal, egyből a Moore Ferenc Múzeumhoz kerültem, és ott végeztük ezt az egyszerű alakutatási tevékenységet kezdetben, majd pedig az ottani gyűjteményt gyarapítottuk. Jelen pillanatban a Moore Ferenc Múzeum bogár gyűjteménye, ami több mint 250 ezer példányt számlál a tudástárban kapott ideiglenes tárolási helyet egy 15 éves tartós kölcsönszerződéssel. Két részből áll, egyik a hazai Alaszkárpát-medencei faunát mutatná be, a másik pedig egy teljes paleartikumi régióból gyűjtött anyagot tartalmaz. Ez örök fősödés útján került át hozzánk, amikor Kálmán meghalt, akkor ránk hagyta ezt a teljes cincélanyagot. Hát még nagyon kisgyerekkoromban, még általános alsótagozatban jártam a Moore Ferenc Múzeumnak a matinéira. Ott találkoztam volt főnökömmel, aki bogarakkal foglalkozott, és nagyon megszerettette velem ezt a csoportot. Ugye a rovarok a legnagyobb faj és egyedszámú csoport most a Földön, és számos olyan tulajdonságuk van, amit az ember is tud majd hasznosítani, például gyógyszergyártás szempontjából, valamint hogyha az élelmiszerekre gondolunk, akkor a mostani nagyüzemi gazdálkodás szempontjából fontos bogarak is léteznek, amelyik képesek az emberi táplálékot is hát kicsit megdézsmálni. Tehát így mindenképpen a növényvédelem szempontjából is fontosak, de olyanok is vannak, ugye, amelyik a növényevőket pusztítják, tehát a biológiai védekezés szempontjából is fontosak lesznek majd a jövőben. Meg még most is. Megjelent cikkei leginkább a bogarakat veszik alapul. Többek között a Bugac környéki, az Ócsai tájvédelmi környezetet, Kisszállás, Kömpöc és környéke bogárfaunáit elemzi. Emellett vannak ismeretterjesztő írásai is, amelyek a tudástár rovargyűjteményéhez kapcsolódnak. Itt általában alapkutatások folynak, és természetvédelmi tevékenység, tehát különböző élőhelyeknek a felmérésével foglalkoztunk, mint ökofaunisztikai vizsgálatok, mint pedig élőleltárkészítés. Valamint ha fölkértek rá, akkor különböző állatoknak a táplálékvizsgálatát is elvégeztünk, leginkább olyanok, amik rovarokkal tepesznek. A 9-es évnek a rovara volt, ami nem más, mint a hasi cüncére. Érdekességük az, hogy a szemfedőjük, illetve a testrészeik jelentős szőrszálakat viselnek. Mikroszkóp alatt akár meg is lehet számolni azt, hogy például a csáp, egyes csáp ízén hány szőrszál foglal helyet. A tudástárban leginkább csoportokkal foglalkozik, ahol jelentős számú gyerek fordul meg, vagy pályázatnak köszönhetően, vagy akár bejelentkezés alapján is. Nagyon fontos, hogy úgy dolgozzunk, hogy az másnak is hasznára lehessen. Tehát mindenképpen a csapatmunkában hiszek, és azt nézem, hogy az adott korosztály, akivel foglalkozunk, az a lehető legjobban környezettudatos szemléletet próbálja megkövetni, mind
a munkahelyén, vagyis az iskolában, mint pedig otthon a családi részekben. Pályafutása legmeghatározóbb élménye a terepen töltött idő volt, ami által rengeteg tapasztalatot gyűjtött mind kutatás terén, mind szakmai előmenetelében, de vannak más, kedvelt történetei is. Rengeteg ilyen történt az eddigi munkám során, mind a rovarokkal, mind egyéb más élőlénycsoportokkal kapcsolatosan. Például, amikor elszabadult egy vitra a múzeumban, is mindenki elkezdte keresni, teljesen lázba voltak, hogy most hol lehet az a szegény ember, aztán valaki csak úgy bátran nyúlkált a különböző lyukokba, hogyha oda bújt volna, azért valószínűleg, persze nem lett meg, valószínűleg valaki azt elvitte, és otthon házi kedvencévé tette az állatot. Az általa vezetett egyesület mottója, amellyel azonosulni tud, a természetet csak az védheti eredményesen, aki ismeri. Ez nagyon régi módra vezethető vissza. Én kezdetben a Madár Egyesületnek, illetve a Csemetének voltam a tagja. Ezt követően az ott tapasztalat alapján csináltunk a főiskolán, amikor hallgató voltam egy klubot, úgy hívták, hogy kávéklub, azaz környezetmű klub. Az nagyon jól működött. A jelenlegi dékani vezetés mindenben támogatott minket, mert akkor ők voltak ugye a HÖK-nek a vezetői, és azon fölbuzdulva néhány hallgatótársammal, illetve egyéb témaiánt érdeklődő emberkével hoztuk létre 2003-ban a Csermely Kötőmegyét. Mint egy Tisza élővében mutató diorámát lehet látni, jóval fajgatogabb, mint amit mi láthatunk, ugye, hogy lemegyünk a Tisza hullámterére. Úgy oldottuk meg a szennyezést, hogy előtte három ismertető táblán lehet látni a fajokat, a gyerekeknek meg kell keresniük azt, hogy hol található az adott élőlény benne a kiállító térben. Két tevékenységi csoport közé és téma közé sorolhatók a tevékenységek. Az egyik fő tevékenységük a természetmű alkutatások, ez leginkább növénytani, tehát botanikai, illetve zoológiai kutatásokat értünk a Dél-Afrika égő teljes területén. Leginkább olyan területeket merünk föl, ami még természetmű oltalom alatt nem áll, illetve védettségre javasolható területek. Ennek az eredménye az, hogy munkánk során 25 terület vált 2003 óta valamilyen fokú törvényi oltalom alatti területté. A másik pedig a felnőtt korosztálynak a környezetnevelése. Motivációja a mindennapokban, hogy még mindig vannak védendő területek és olyan természeti értékek, amelyeket érdemes lenne hosszabb távon megőrizni. Mi azt szeretnénk, hogyha az emberek nagy többsége tudatosan élne, és a környezeti által, meg a természet által biztosított javakat gondosan tudná kezelni, ez a legfontosabb, amit el szeretnék írni, valamint, hogy a természeti értékeink minél hosszabb ideig fent tudjanak maradni.